Köszöntöm a nézőket, ahogy azt megszokhatták itt a Fehérvári Beszélgetések című műsorunkban. Mindig egy olyan embert, egy olyan érdekes személyiséget mutatunk be önöknek, akire aztán méltán lehetünk mi is mindnyájan itt a stúdióban, és önök a tévéképernyők mögött büszkék. Szilágyi Vilinek a neve nem csak a fehérváriak számára lehet már ismerős, hanem azt hiszem bátran mondhatom, hogy a magyar emberek számára is ismerős lehet, hiszen fontos elmondanunk, hogy ő honnan, hova jutott, ez ki fog derülni a műsorból, és meg fogják önök is tudni, hogy milyen rögös út vezetett oda, ahol aztán most tart, de hát nem is húzom tovább a szót. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Én is köszönöm a meghívásodat. Örülök, hogy itt vagy, mert amikor kitaláltam, hogy majd szeretném, hogy egyszer vendég legyél a műsorban, akkor azt pörgött a fejembe, hogy te majd nagyon sok embernek igazi példa lehetsz a sikereid által, mert hát az fontos tudni rólad már elöljáróban is, hogy egy egészséges ember vagy, és egy sportoló, azt hiszem, ezt bátran mondhatom. Mi vezetett idáig? Honnan indult a te utat fiatalkorodtól? Igen, én is sportolónak tartom magam, merem is állítani, hogy az vagyok. Hát igazából ez egész gyerekkoromból indult, ugye már gondolom sokan tudják, hogy árva voltam. Elég sokáig, eléggé nehéz időszakon mentem át ugye a gyerekotthonokban. És mindig úgy éreztem, hogy ki kell onnan valahogy törnöm, tehát hogy úgy gondoltam, hogy bennem nem csak ennyi van, és mikor körülnéztem magam körül, akkor azt láttam, hogy nagyon sok más gyerekben sem csak annyi van, amennyit látnak. De ugye akkoriban csak a saját dolgommal tudtam törődni, és kollégista éveimben kezdtem el ugye sportolni, edzeni. Egy olyan sportot kerestem, amiben egyedül lehetek a saját magam kis gondolataiban. Amúgy is eléggé zárkózott voltam, tehát felszínesen nagyon-nagyon elbeszélgettem mindenkivel, de ugye a mély érzelmeket azokat általában nem erőltettem. És akkor ekkor kezdtem el ugye edzeni, amikor csak saját magam voltam. Ironikus módon onnan lettek a legjobb barátaim az edzőteremből, mert mindenki lement azért, hogy csak saját maga legyen, és végül ugye társaságként távoztunk az edzés végeztével. Előnyödre fordítottad akkor, hogyha jól veszem ki a szavaidból, a múltadat tulajdonképpen, és ezt a kitörési vágyat, ha lehet így mondani. Igen, nem akartam annak az árnyékában élni, hogy nekem rossz volt gyerekként. Mindig aktuálisan élem meg a bizonyos történéseket, igyekszem akkor feldolgozni, és nem cipelni magammal. Persze ez ugye gyerekként nem igazán egyszerű, mert hogyha nincs, aki segítsen feldolgozni, akkor ugye maradok gúzsba kötve egy csomó olyan érzéssel, amit nem tudok hova tenni. És ugye erre tökéletes volt a sport, hogy levezessem ezt a feszültséget, mikor nem is értettem nagyon, hogy ez igazából miért van, csak éreztem, hogy van egy lelki feszültség bennem, amit ugye már hát elég régóta cipelek. És ebben nagyon nagy segítségemre volt, illetve abban, hogy magamat megismerjem, hogy igenis képes vagyok többre. És ugye ezt a fajta gondolkodásmódot átültetni az élet egyéb területeire is. Miben ültetted át egyébként például? Mi az, amit hát például az iskolába. Tehát, hogy ez sem titok. Én évet ismételtem nem egyszer a középiskolában, vagy hát kétszer igazából. Uh-huh. És nem azért, mert nem voltak megfelelőek a képességeim vagy a kvalitásaim, hanem azért, mert nem érdekelt. Úgy gondoltam, tehát céltalan voltam, és úgy gondoltam, hogy most ezt minek csinálom, és biztos sokan vannak ezzel is, sok gyerek van ez, úgyhogy igazából nincs célja annak, hogy én iskolába járjak. És utána rájöttem, hogy de van, igenis van, mert egy jó eredménnyel utána majd, hogyha esetleg a sport irányába akarok elmenni, akkor egy jobb érettségével, vagy egy jobb középiskolai bizonyítvánnyal is majd esetleg később tudok egyetemre menni. És ez a lehetőség az a mai napig áll előttem, ugyebár. Úgyhogy ez volt lényegében az egyik régiója. A másik meg, ahogy az emberekkel bántam. Tehát én mindig azt szokták mondani, amikor gyerek voltam, hogy én vonok magam köré egy falat, és oda nem engedek be senkit. Hát ez így is volt. És a mai napig megválogatom, hogy kit engedek be. De azt hiszem észre, hogyha segítőkész vagyok mindenkivel szemben, ugye, ami igencsak a teremből indult, mert velem is segítőkészek voltak. Tehát, hogyha volt kérdésem, a nagy öregek akkor a lelkesedéssel magyarázták el, hogy hogyan kell rendesen például egy fekvőnyomást csinálni, hogy nekem is szívesebben volt kedvem utána lemenni a közösségbe, részt venni az edzéseken, és jobb eredményt is elérni. És ebből gondolom azt, hogy ha én is így állok az emberekhez, akkor az az ember, akivel mondjuk normálisan és segítőkészen viselkedek, akkor ő is azt fogja érezni, hogy érdemes így a többi emberrel is, illetve érdemes
ezek szerint cselekednie. Ez azért nagyon példamutató, tehát tényleg sok mindent tanultál az elmúlt évek alatt, és azt hiszem, hogy aki rád néz most, otthon a tévéképernyők mögül, az hát minden bizonnyal láthatja, hogy te tényleg egy sportoló ember vagy, meg is küzdöttél érte, de menjünk vissza oda, hogy milyen sporttal kezdtél, mi volt az, ami először inspirált téged, hogy igen, én neki fogok állni, és sportolok egy kicsit. Én fociztam, tehát minden gyerek, minden magyar gyerek álma többnyire szerintem az első között a foci van, de a foci egy csapatsport, én meg nem voltam túl csapatcentrikus, illetve rengeteget szorongtam ugye a csapatjáték miatt. Most én alapapra dolgok, hogy vajon jól fogok-e passzolni, és annyira túl gondoltam, mivel amúgy sem gondolom magamat annyira, tehát hogy néha úgy gondolom, hogy a magasabb intelligencia az egy kicsit nehezíti a dolgokat, mert nem egyszerűen gondolkodom, hanem 26 másik irányba még elgondolom, és ugye nagyon nyomasztott ez a dolog, ezért nem is tudtam a csapatsportokba így beékelődni, hiába nem voltam annyira ügyetlen, de ez igazán nem ment. És akkor nyilván a középiskolában végigpróbáltam a kézilabdát is így érintőlegesen, a röplabdát is, meg minden ilyet, de aztán ezek a csapatos dolgok így nem mentek. Tehát az egyéni megmozdulások azok oké, de... Ez ott ugye, érezted már, hogy igen, ott éreztem, hogy nem azért, és ugye most már menne a csapatsport. Tehát amilyen ember vagyok most már tudok csapatban dolgozni, de akkor nem. Mm. És ezért orientálódtam át a súlyzózásra. Lementem egy edzésre, és akkor néztem a kis búzaszálvékony testemmel, hogy most itt mi fog történni. De magamra voltam utalva teljesen, és ez elég szimpatikus volt az elején. Akkor szóltam valakihez, amikor akartam, hozzám sem nagyon szóltak így az elején, csak a segítséget kértem, vagy látták, hogy meg fogja magát ölni ott a fekvenyomópadon, akkor szóltak. De összességében nem volt az a probléma, hogy csak saját magammal tudjak foglalkozni. Igen. Mennyi kiló voltál? Emlékszel akkor még, hogy mennyi voltál? Mennyit nyomottam érre? 60 kilóval kezdted. Most mennyi vagy, azt szabad-e tudnom? Most 95 és 105 volt a legtöbb súlyom, a legmagasabb súlyom eddig. Mit javasolsz azoknak, akik mondjuk most kezdjenének bele a sportba, bár most a pandémia miatt azért nehéz, de otthon is akár egyébként nekiállhatunk egy kicsit a testünknek a megmozgatásához, vagy átmozgatásához. Mit javasolsz? Mert azért te itt most már nagyon-nagyon durva szinteken űzöd ezt, hogyha egy kezdő oda megy, nyilván van egy csomó ilyen példa arra, hogy tőled kérnek tanácsot. Egyrészt milyen tanácsokat kérnek tőled, és mi az, amit ilyenkor te javasolsz egy kezdőnek mondjuk? Ez egy nagyon sokrétű dolog, tehát a világ összes edzésmunkáját el lehet végezni, hogyha utána valaki hazamegy és bever egy 45 centis pizzát minden nap. Az első és legfontosabb tényező mindig az, amikor valaki edzésbe áll, hogy megszeresse a mozgást, hogy élvezze azt, amit csinál. Hogyha valaki élvezi, szerintem ez a szubjektív, azt, amit csinál, akkor szívesebben fordít rá több energiát is, és a több energia ráfordítása itt ugye azt jelenti, hogy elkezd figyelni az étkezésre is. Tehát nem azért figyeljen valaki oda az étkezésre, mert kell, és mert oda akarok fogyni. Az életben nem fog lefogyni, az első hét után feladja, mert jó, hát ezt nem csinálom, nincs kedvem hozzá. Hanem azért, mert nagyon élvezem az edzéseket, nagyon jó a közérzetem, akkor már odafigyelek az étkezésre is, hogy legyen eredménye. Szeretném, hogyha ugye az egyikből fakad a másik, ugye arányosan minél jobban beleteszi magát valaki az edzésbe, és annál jobban élvezi, annál jobban figyel a kajára, annál többet tud beletenni az edzésbe is. Tehát szerintem az első és legfontosabb az, hogy élvezette, szenvedélye csinálja valaki a sportot, utána pedig az otthoni életvitelre kell rámenni, tehát ugye az étkezésre, és ez azért is nehéz, mert a legtöbb családban, tételezzük fel, anyukám van egy kis felesleg, elkezd figyelni a kajára, apuka mondjuk szikártestalkat, és mondja neki azt, hogy hát én ezt nem eszem meg, meg hogy ugye ez a birka ösztön, ez a tipikus birka ösztön, hogy a munkahelyen is ugye bemész egy kis dobozzal, kis ételeddel, és akkor akik eszik melletted a hamburgereket, ugye rosszul érzik magukat azért, mert te odafigyelsz, és ráébreszted őket arra, hogy bakker, hát ő is oda tud figyelni, nekem is oda kéne, és inkább megpróbál lehúzni a saját szintjére, hogy gyere, egyél már egy kicsit, és akkor jaj, most miért csinálod ezt? Tehát általában ez így van, hogy amikor bűntudatot keltesz másban, azzal, hogy te saját magadra fordítasz energiát, és ahelyett, hogy ő is energiát fordítana, megpróbál téged visszahúzni a közös nem megfelelő szintre, hogy ő ne érezze magát rosszul. Tehát, hogy általában ez a probléma, hogy a környezet húzza vissza az embert, mikor valaki életmódot akar váltani. Úgyhogy az első lépés ugye az, hogy élvezze a sportot, a második, hogy figyeljen oda magára, a harmadik és a legfontosabb pedig az, hogy ne foglalkozzon mással maga körül. Tehát, hogy ez a másik tényező. A társadalmi nyomás, igen. Hogy ne adjon arra a véleményre, hogy nem képes rá, meg hogy ez nem jó így, meg hogy lehet, hogy ez a módszer nem lesz jó, amit először elkezd. Nekem is van olyan, hogy egy vendéggel több
dolgot is ki kell próbálnunk, hogy mi az, ami működik neki, de bizony adni kell neki időt arra, hogy kifejtse azt a hatást, hogy ez most működik, vagy sem. Tehát az sem működik, hogy minden nap valaki más csoda diétát, meg más edzéstervet akar elkezdeni. De azért, hogy ennyire otthon egyébként, ugye mind az étrend és a sporttéren, tehát az életmódváltás terén, mert hogy ugye edző is vagy, hogyha ezt igen, így jól igen, mondom, igen, hogy igen, tulajdonképpen igen. Edző vagy. És mint edzőt kérdezlek, hogy igaz az, amit szoktunk olvasni és látni, hogy, hogyha 21 napig valamit beiktatunk az életünkbe, legyen az ugye most akkor a szóban forgó sport, akkor az már egy hagyománya és egy szokássá válik. Ezt te is így érzed egyébként, mondjuk a vendégeidnél? Hát így időintervallumban még nem próbáltam ki, hogy 21 nap, ugye a 3 hetes ciklust, de alapvetően igen, a rutin, tehát hogy van egy ilyen mondás, hogy ugye a motiváció elindít, és akkor a megszokás pedig mozgásban tart. Tehát nagyjából ez lefedi azt, biztos, hogy van benne igazság, illetve az, hogy az, abban, amit csinál, az ember az hisz benne, hogy ez működik. Tehát ha valaki azt mondja, hogy mától nem eszem édességet, nyilván megfelelő alternatívákat ugye fel kell neki sorolni, akkor majd ugye jönnek a kis manók a fejben, hogy nem is fogsz annyit, nem éri meg. Igen, kifogások. Egyet, és akkor lehet kettőt, de már megettél kettőt, már mindegy, és akkor vége az egésznek. Igen, igen, pedig ez tényleg nem így van, tehát hogy ezeket a kifogásokat egy kicsit arrébb rakjuk, akkor azért nagyon sok eredményt elérhetünk otthon az edzőtermekben, és hát neked is nagyon sok eredményed van. Kicsit menjünk vissza, ne csak a múlt évre, tehát ne a 2020-ra, hanem előbbre. Hogy hogyan indult és hogy fogalmazódott meg benned az a gondolat, hogy esetleg versenyekre nevez be. És mesélj egy kicsit a versenyszériákról, vagy helyzetekről, hogy milyen ott lenni, mi motivált abba, hogy elindulj. Hát őszintén az első pillanattól fogva versenyezni akartam. Ugye attól függetlenül, hogy zárkozott voltam, nagyon versenyző típus. Tehát abban, ami érdekelt, mindig szerettem volna a legjobb lenni. Ez így volt az iskolában is, tehát hogy voltak olyan tantárgyak nyilván, amik nagyon érdekeltek, voltak, amik nagyon nem, és amik érdekeltek, abban idekeztem nagyon jól lenni. Tehát ez a versengős mentalitásom, ez attól függetlenül megvolt. Beléptem a terembe, és tudtam, hogy versenyezni akarok. Fogalmam sem volt, milyen adottságaim vannak hozzá, vagy hogy ez most, de tudtam, hogy versenyezni akarok. Néztem egy-két motivációs videót a YouTube-on, és akkor teljesen rápörögtem erre az egészre. De úgy voltam vele, hogy bizony nem jövő héten fogok versenyezni, mint ugye, hogy most divat, hogy fél év múlva már mindenki versenyző akar lenni, hanem akartam adni magamnak egy időt, amikor úgy döntöttem, hogy jó, oké, most készen állok. Értettem. És akkor jó két és fél év edzés után, dehogy is két és fél év, 4 év edzés után, mert azért 17-ben versenyeztem, azt hiszem, az 16-ban, bocsánat, tehát ott 3 év telt el, tehát 3 év edzés után mondtam azt, hogy most felkészülök egy versenyre, egy tavaszi szezonra, egy versenyre, mondom, diétázom, megnézzük. Tudatosan álltál igen, akkor neki. Igen, nagyon tudatosan, és második lettem azon a versenyen, ami nem is számított rossz eredménynek. Azóta sikerült még 3 versenyt megnyernem. Az előző 2 évem nem volt annyira jó, mint versenyző, viszont a jövő évre már úgy készülök, hogy szakemberre, mert eléggé önfejű vagyok ilyen téren, és nagyon kevés embernek a véleményére adok, viszont akire adok, arra nagyon, tehát ugye arra vakon teljesen. Viszont szeretek mindent egyedül csinálni, és hibázni is szeretek egyedül, meg hát ugye amikor az ember győzelmet ér el, akkor pedig szereti ünnepelni, hogy ő egyedül érte ezt el. Viszont a profi sportban egy idő után már egyedül nem megy. Tehát hiába vannak kvalitások, vannak olyan apró dolgok, amikben egy szakember segítsége kell. Úgyhogy most idén úgy döntöttem már, hogy szakemberrel fogok készülni. Mire készültök majd? Az őszi szezonra mindenképpen, ugye most ez az időszak ez eléggé át szervezte a versenynaptárakat. Biztosan lesznek tavasszal is versenyek, de most szeretnék egy kicsit pihenni testileg is, lelkileg is, mentálisan nem, mert szeretném magam képezni, de az őszi szezon van megcélozva. Ugye a Superbody volt a tavaly szezon utolsó igen. versenye, idén pedig szeretném, az lenne az első. És jól veszem ki a szavaidból, hogy neked nem elég a második vagy a harmadik hely, hanem neked tényleg csak az a győzelem, ha első vagy valamiben, vagy azért valamilyen szinten azokat is győzelemnek éled meg, amikor a dobogónak egy kicsit az alsóbb fokára állsz föl. Senki sem azért edz heti 14-et, hogy második legyen, vagy harmadik legyen. Hogy azért, senki sem megy el azért egy versenyre, hogy
nagyon készülök, mert második akarok lenni, nem mindenki győzni akar, én is így vagyok, viszont ha vesztek, akkor azt tudom kezelni. De tehát, így hogy... kell nekiállni talán akár egy bármelyik sportoló szemszögéből. Miért, persze, miért ne állhatna, az átlagember miért ne állhatna a győztes mentalitással neki bárminek? Tehát, hogy a győze, vagy a vereség az nem elfogadható. Két opciót látok, vagy győz valaki, vagy veszít, de az nem vesztés, az tanulás. Tehát, hogy vagy aha. tanul, vagy győz. Tehát, hogy, és a győzelem is tanít, de nyilván ugye a vereségnél jobb tanár nincsen, szerintem. Tehát, hogy vonod le a konklúziókat, hogyha már vereség? Amikor mondjuk valami nem úgy sikerül, ahogy eltervezed, ilyenkor hazamész, és akkor átgondolod, vagy valakivel átbeszéled, hogy mi az, amit nem, jobban egy napot kéne? Depizek. Aha, tehát kell egy kis gyász, hogy... Igen, de azon a napon már edzek, tehát hogy úgy szokott lenni, hogy szombaton van a verseny, akkor délutántól délutánig eléggé magamhoz vagyok, és akkor este már megint edzek egyet, tehát hogy utána megrázom magam, és neki megyek újra. Megnézem a strukturális, esetleg a kondíció, szárazságbeli hibákat, hogy mi az, amiben nem tettem eleget. Uh-huh. Az étkezésemet átnézem, hogy ott volt esetleg valami probléma, és az ember a lelkemény mindig tudja, mi a probléma. Tehát, hogy, de ez tehát, jó, hogyha te mindig utána tudod, hogy mi lehetett a gond. Mindig tudom, hogy mi az, amiben mondjuk, amit ellazáztam. Uh-huh. Akkor, amikor csinálom, nem érzem igazságnak, de amikor visszagondolok, akkor halat kellett volna ennem csirke helyett, mert hogy a hallal jobban beszáradtam volna, stb. Tehát, hogy inkább így. Hogy bírod ezt az étkezést ilyenkor? Ez nehezedre esik? Mert láthatjuk azért sok sportolónál, hogy valakinek azért nem olyan könnyű itt az étrendet betartani. Neked ez ilyenkor milyen a felkészülés előtt? Ebből a szempontból úgy gondolom, hogy a versenyzőknek könnyebb az átlagembernél, mert van egy adott cél, és nincs kifogás. Tehát nem ilyenek, hogy ugye nyárra jó formát szeretnék. Uh-huh. Én azt szoktam javasolni, hogy jó, oké, célozunk meg egy időpontot, és addigra beszélj meg egy fotózást mondjuk, ha olyan szintű emberről van szó. Mert legyen valami cél magunk előtt. Ugye nekem meg kell mutatnom magam a zsűri előtt, és lényegében az egész világ előtt. És van egy cél, amit, hogyha visszaszámítjuk a megfelelő időt, akkor kőkeményen 100-110%, amennyit csak tudok, bele kell adnom, és ez az átlagembernek egy picit nehezebb. Ott több a kifogási faktor, hogy jaj, majd jövő nyárra, meg hogy, tudod, hogy elkezdett, hogy június 1-re jól akarok kinézni, és akkor július 1-re is jó lesz, hát még hideg van, meg... és akkor legyen augusztus, és utána meg, már vége a nyárnak, már mindegy. Mire vagy a legbüszkébb? A sport tekintetében, és ha visszagondolsz így a unblock a sport tekintetében az elmúlt években? Arra az útra, amire ráléptem, és amin elindultam, mint sportolóként, mind emberként, mind szakmailag. Tehát, hogy szeretném azt elérni, hogy aki bejön hozzám, és együtt dolgozik velem, az azon kívül, hogy ugye ne a sport eredményeim alapján ítéljen meg, nyilván azért keresnek fel, de úgy menjenek ki, hogy úgy lépjen tovább, mert ugye a személyedzésből is előbb-utóbb önálló munkára kell tovább lépni, tehát ezen a dolga, hogy értékesnek tartja magát, saját magát. Tehát, hogy akkor szoktak az emberek önállóan edzeni, hogyha elég jónak érzik magukat, hogy most már nincs szükségem mankóra. Tehát, hogy a jó személyedző munkája szerintem az, hogy önálló edzésre neveljen ki embereket, ne az, hogy magához láncolja örök életükre. Éppen erre akartam kiukadni, de akkor meg is válaszoltad, hogy mi az, ami meg kell, hogy legyen egy személyedzőben mindenképpen. Nagyon érdekes, amit most mondtál, hogyha nagyságrendileg egyébként el kéne árulni, hogy mennyi emberen segítettél, direkt nem így mondom, hogy mennyi emberrel edzettél, vagy mennyit edzettél meg, mennyi emberen segítettél. Legyen az egy 2-3 mondat étrendbeli tanács, torna kapcsán egy-egy tanács, súlyzós edzések kapcsán tanács. Mennyi ember az, aki itt az elmúlt években összegyűlt nálad? Hát ezt nem igazán tudom számolni, ezt nem tartom számon, mert tehát, hogyha végig sétálok a termen, akkor is lehet, hogy 4-5 ember megkérdezi, hogy figyelj, nézd már meg, hogy ez jó-e így. Megnézem, esetleg segítek neki, vagy azt mondom, hogy jó ez így. És akkor ez egy nap megtörténik jó párszor. Mindegy, hogy mi sportolunk, vagy le van osztva, hogyha lehet így mondani, súlyra, testalkatra, hogy kinek mi az, amit javasolsz? Átlagban az első, az egy ilyen életviteli állapot felmérés nálam, hogy megkérdezem, hogy sportolt-e korábban, mikor, mit, illetve utána bekérek egy étkezési naplót, egy teljesen őszinte étkezési naplót szoktam kérni, ahol a de kis jó. csokit is, meg mindent nyugodtan, mert az őszintesség az alapja ennek a munkának. Tehát aki nekem, ha nekem hazudik egy kliens, akkor saját magának is valószínűleg. Tehát utána felmérem az elmúlt időszakának az étkezését, és hogyha olyat látok, akkor általában el szoktam küldeni vérvételre is. Aztán, mert nagyon alapos vagy. Mert általában nem biztos, hogy szembetűnő az a probléma, ami mondjuk fent áll, akár egy mellékvese kifáradás, akár egy egyéb tényező.
Ez az a régió, amiben szoktam segítséget kérni általában, ugye kollégáktól, akik ebben mondjuk jártasabbak. Én abban hiszek, hogy ha nem értek valamihez, akkor legyen egy ember a környezetemben, aki igen, vagy tanuljam meg. Tehát, hogy ez a kettő. Úgyhogy utána szoktam általában egy vérvételt kérni, ha úgy ítélem meg, és akkor utána lehet elindulni valamilyen ágazatba, illetve hogy van-e sérülése, tehát ez egy alapállapot felmérés, ezt nem minden szakembernek meg kell csinálnia, mert vannak feladatok, amit bizonyos sérüléssel nem lehet csináltatni, fokozatosság elve felmérni, hogy milyen mozgás koordinációval rendelkezik. Úgyhogy ezért általában azt hiszik, hogy ez egy nagyon könnyű hivatás, hogy hát, ha én is tudok edző lenni, hát csak dirigálsz, meg csak ezt csinál, pedig nem, ebben nagyon sok évnyi edzésmunka van, nagyon sok évnyi tanulás, akár autodidakta, akár képzésszerű tanulás van benne, és nagyon sok tapasztalat is, ugye, mint a saját magamon. Tehát, hogy én egy fenékedzést sem tartok meg úgy, hogy én ezt csináltam volna meg előtte. Tehát általában úgy tudom elmagyarázni az izomérzet fogalmát, hogy én is tudom, hogy azt hogyan tudja elérni. Nagyon jó, tényleg, tehát az anatómiától elkezdve mindennel képben vagy. Muszáj. Hol tanultál egyébként? Néhány infót azért ennek kapcsán is oszd meg, hogy hol? Én a budapesti Weider nevezetű fitness iskolában tanultam. OK-s képzésen az egyetemet fontolgatom most, illetve ott csináltam még egyéb kiegészítő képzéseket, akár a táplálkozás, akár a hormonális táplálkozás terén, illetve ugye a funkcionális csoportos edzést is. Plusz rengeteget olvasok, tehát hogy igyekszem magamat fejleszteni, új módszereket kipróbálni, új edzési elméleteket megismerni. Tehát igen. Példaképed van, hogyha már arról beszélünk, hogy hol tanultál, de azért azt gondolom, a nagyoktól is nagyon sokat elsajátítasz, illetve már valakinek tőled vannak nagyon fontos információi, valakinek akár te vagy a példaképe. Neked van-e példaképed? Lehet kiemelni? Nem igazán. Tehát, hogy nem, mikor elkezdtem sportolni, a fizikum szerint volt példaképem amerikai testépítők személyében. Volt itthon is, de ugye például ott van a Kati Béla, és most már ilyen baráti viszonyban vagyunk, tehát nem, ez átalakult. Úgy gondolom, hogy én Szilágyi Vilmos vagyok, Szilágyi Vilmosra szeretnék hasonlítani, nem a Jay Cutlerre, nem a Kati Bélára, nem a Sánta Tomira. Mindegyőjük nagyon meghatározó volt az életemben, és nagyon sokat köszönhetek annak, hogy példaképszerűen részt vettek az életemben, de én saját magamat szeretném képviselni, és én saját magam szeretnék lenni, mert úgysem tudok olyan lenni, mint más, nem is akarok olyan lenni, mint más, úgyhogy szeretnék saját magam lenni. De akkor várod már azt, hogy újra megnyíljanak a teremnek a kapui, gondolom azért hiányoznak a vendégek. Ti hogyan élitek ezt meg egyébként ilyenkor? Nem egyszerű, de sajnos ezzel a helyzettel, hogy nagyon a kormány sem tudott még mit kezdeni. Nincsenek jó döntések, sem rosszak, mert valamilyen szinten meg kell ezt a vírust fékezni. Minket személy szerint, ugye, ha a megélhetési szekciót nézzük, akkor rendesen arcon csapott ez a régió, akár az edzőterem üzemeltetőit, akár az edzőket, de még a vendégeket is, hiszen ez ugye fentről indul, és mindenkinek kellemetlen. Nyilván ugye, ha az anyagi részét nézzük, akkor csak az első kettőnek, hogyha az egész életét nézzük, akkor mindenkinek. Tehát, hogy mindenki próbál keresni akár egy szabadidős parkot, ahol tud valamit mozogni. Tehát ma már annyira népszerű a mozgás, hogy az embereknek a mindennapjává vált, és ezért nem is tudnak nagyon mondhatni addiktív, tehát hogy nem nagyon tudnak nélküle meglenni, és én igazából őket sajnálom a legjobban. Kitartóak vagyunk mi magyarok a sportban egyébként? Igen, szerintem igen. Benne vagyok pár ilyen Facebook csoportban, és nagyon sok kezdeményezés van erre irányulóan. Próbálják a kormányt folyamatosan inkább tanácsokkal ellátni, hogy hogyan lehetne ezt megoldani, az állat helyett petíciókat indítani, ugye, mert a vendéglátás is ugye nagy hiányt szenved most ugye így bevétel terén. Úgyhogy most meg is alakult, azt hiszem, meg is alakult egy fitness szövetség, ami érdekképviseletet hivatott szolgálni. Úgyhogy igen, úgy érzem, hogy a sport és a sport iránti szeretet így felélesztette ezt az egészet. Tehát, hogy nem hinném, hogy ez veszett fejszennyel, sőt úgy gondolom, hogy az újranyitás után, miután lehetőségem van mindenkinek visszatérni a második otthonába, szerintem még egy szilveszter, vagy egy karácsony, egy újévi hullámot is túlszárnyaló lendülettel fog szerintem mindenkinek járni újra sportolni.
A sportos oldaladat sokan ismerhetik, de mondjuk a szociális érzékenységedet lehet, hogy nem annyira. Ebbe talán nem engedsz be annyira sok mindenkit. A nézőket mennyire engeded be abba, hogy azért itt én már tudom rólad, hogy szeret segíteni gyerekeken. Szoktam látni a Facebook oldaladon, hogy ha például eltűnt gyermeket keres a rendőrség, te mindig posztolod és próbálsz segíteni és ténykedni ezekben a területekben is. Mi motivál ebben? Mert azért talán ezt nem annyira sokan ismerik, ezt az oldaladat. Hát ugye a kettős mérce egyik oldalán én szerepeltem, tehát benne voltam magában ebben a gyermeknevelési rendszerben, mint ugye árva, és láttam azt, és éreztem is, hogy mennyire szeretetéhesek vagyunk, és mennyire nehéz mondjuk 12 gyereknek a szeretetiségét egy-két embernek ugye az adott időszakban dolgozó nevelőnek kielégítenie. És ezért szeretnék majd idén egy programot biztosan a szponzorommal karöltve megcsinálni, illetve még utána többet is. Tehát úgy érzem, hogy most már felépítettem saját magamat, tehát most már lehetőségem van arra, hogy segítsek azoknak is, akik még ugyanilyen helyzetben vannak, mint én. Nagyon átmentünk abba manapság, hogy ugye az ismertség szerintem, ugye általában, hogyha valaki adományoz, oda mennek egy fotóra, jaj, gyere, fotó, és talán két perc múlva ott sem vannak, elfordulnak a gyerektől. Én sok ilyet láttam és éltem is meg. Az ismertség az lehetőség arra, hogy másokat biztassunk a hozzánk hasonló viselkedésre, nem arra lehetőség, hogy megmutassuk, hogy mi milyen jók vagyunk. Tehát, hogy nem arra hivatott egy ismert ember, hogy megmutassa, hogy hát ő milyen szuper, hanem arra, hogy azt mondja, hogy te is lehetsz ilyen szuper. Tehát, hogy és legyél is ilyen szuper. Ilyen példamutatás tulajdonképpen. Igen, tehát, hogy nagyon átmentünk a külsőségekbe, és ezt szeretnék nem ezt az irányvonalat szeretném képviselni, hanem azt, hogy ne azzal foglalkozzál, hogy én mit csinálok, hanem csinálj te is ezt. Most még pár percünk maradt itt a műsor végéig, de még azt oszd meg velünk, hogy olyat is láttam például az oldaladon, hogy gyűjtést szerveztetek tavaly vagy tavaly előtt, ebben már nem vagyok biztos, például leukémiás gyerekeknek. Igen. Csak általánosságban. Igen, hogy az edzőterem, hogy álltál emellé az ügyben? Az edzőtermünk, a Cutler ugye nagyon sok ilyen gyűjtést szervezett a tavalyi évben, illetve az előtti években is. Fontos kiemelni, hogy az edzőtermi közösségek nagyon összetartóak általában. Tehát, hogy azért is jó, mert ugye mindenki attól fél, hogy kinézik, amikor belép egy új közegbe. Viszont szerintem még egy ilyen nagy komplexum és egy nagy család. Tehát mindenki ismer mindenkit, mindenki nagyjából kedvel mindenkit. És amikor egy ilyen összefogás van, akkor ugye a közösség erejével sokkal nagyobb adományokat lehet összegyűjteni. De ezt akár országosan is meg lehet nézni. Az én célom az, hogy ugye nekem is van kutyám, és én is voltam árva. Tehát ez a nagyon két népszerű dolog mostanában, ugye a menhelyi állatok és az árvák. Én úgy érzem, hogy az árvák kicsit el vannak hanyagolva. Szeretném ezt a kettőt valahogy összehozni, hogy mindenkinek jó legyen. Én szeretem az olyan helyzeteket, amikor mindenki nyert. Tehát ugye nekem nem fáj, hogyha állatokon segítenek, mert én is segítek rajtuk. Az fáj, hogy a gyerekeken nem annyira. Tehát, hogy az most nem annyira populáris, úgyhogy én ezt populárissá szeretném tenni. Hogy igenis legyen divat segíteni a gyerekeknek, az árva gyerekeknek. Nagyon sokan vannak, akik ebben aktívan részt vesznek, de szerintem nem elegen. Tehát, hogy még... Hát én ezekhez a gyűjtésekhez és további segítségnyújtásokhoz, meg hát a sikereidhez kívánok további sok erőt neked. Én azt hiszem, hogy nagyon példaértékű volt az a beszélgetés, illetve az az információhalmaz, amit most megosztottál velünk, úgyhogy én ezért nagyon hálás vagyok. Köszönöm, hogy itt voltál velünk a Fehérvár TV stúdiójában. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, és tartsanak velünk legközelebb is. Ígérjük, hogy a következő alkalommal is nagyon érdekes személyiséget mutatunk be itt a Fehérvár TV-ben. Vigyázzanak magukra, viszontlátásra!